Jó napot kívánok, sziasztok, köszönták benneteket. Én abszolút úgy látom, hogy optimális az idő ahhoz, hogy megnézzük az új gépünket, amit az M3 autóparkban van. A járművünk az egy 2013 negyedik havi Kia Optima, és szépen dolgozik benne a motor. Ez egy 1.7-es 136 lóerős Euro 5-ös dízelmotor. Nagyon jól megy, alacsony fogyasztású, szépen viszi a járművet, óriási hely van benne, egy nagy családi limuzin, grafit metál színű a gépünk. 2025 negyedik hóig műszaki vizsgája van, és ugye most vizsgázott 209.313 kilométerre, most hatodik hóban. Végigvezetett, márka szervizes a gép, 2 darab gazdája volt neki, 2 darab férfi ember, szerintem egy ilyen férfias autó ez. Nagyon sok-sok extrát belekért az első gazdája. Nagyon sok mindent készítettek elő nekem a kollégáim, itt van Peti, Feri és Concerto, és még nagyon sok minden dolog, amit mindenképpen meg kell néznünk, hogyha érdekel benneteket a gép. BBS alufelnik vannak rajta, téli gumikkal, ezek Kumho márkájú gumik rajta. Van hozzá ajándék is, amit meg fogok nektek mutatni. LED menetfény, szép lámpái vannak, tiszták, épkézláb szép a szélvédője, és mutatós a karosszériája, nincs húzva, nincs lenyalva. Szerintem egy korrekt, nagyon szép gép. De majd eljöttök, és akkor szemrevételezitek, én pedig közben kinyitom az elejét. Jó az aksi benne, ez egy Varta akkumulátor, a motorja normálisan szépen jár. Oda rá tudunk nézni, hogy rendben van. Oda is rá tudunk nézni, hogy rendben van. Itt egy kis rendellenesség, itt egy ródarab. Ezen volt az olajcsere címkéje, sajnos, nem sajnos, meg van mentve, ott van az autóban bent, még mielőtt a mosós kolléga ez szépen lespiccelte volna, és láthatatlanná teszi nagy szívfájdalmunkra, de ebben az esetben ez megvan, jó állapotban, mert megkértük, hogy vegyen le, mielőtt lespiccelni. Nagyon nehéz néha megoldanunk, de most ez sikerült. A króm díszítésünk az egy szép kis acél felület, amit végigszalad az autónak a tető vonalánál, az ajtók fölött, szép dizájn, jól néz ki. Ekodinamik felirat a hátulján, ugye utalva arra, hogy egy környezetbarát moci van benne, és van hozzá egy ajándék. Ez sem elhanyagolandó darab, ez egy gyári Kia alufelni, azt látjátok, és nagyon jó állapotú is. És ez is Kumho márkájú, hogyha ide ránéztek. Amúgy, ha DOT számát nézünk, akkor ez egy 22-es, tehát konkrétan másfél-két éves az a gumi, ami ott van rajta, ez egy komoly érték, az minimum még használtban is 200.000 forint egy ilyen szed gumi gyári felnivel. Hibátlan a belseje, nem kutyás, nem macskás, nem szörös, nem emberszagú, normális Kia illat van benne. És ugye Optima, tehát azt gondolom, hogy ez egy hatalmas kocsi, nézzétek meg, hogy mekkora hely van benne. Egy nagyon magas ember is nagyon kényelmesen fog benne utazni. Ugye felhajtható, pohártartós, könyöktámasza van, elől oldalt függöny légzsákos, minden ablaka elektromos segítséggel megy leföl, és behajtható a tükör, egy gombnyomással, alatta a tükör, centrál, és az automata két első ablak. És mondtam nektek, hogy ugye folyamatosan márka szervizbe hordták, és ezért ide a szaki, amikor lecserélték az olajt, mondták neki, és ide ele is írták, hogy 25-ben jöjjön vissza novemberben, és 226.000 kilométernél. Hát ugye nem jött még el. Én nézd le, vesszük, 209.347 kilométer van benne, tökéletesen hibátlan megy. A klímát bekapcsoltam, hogy küldje ránk a levegőt, mert nagyon meleg van. Hoztam hozzá egy ilyen kis műszert, hogy esetlegesen rá tudjunk ide nézni, hogy milyen levegőt csinál ez a klíma. Remélem, hogy valóban jó helyre mérnének, de ez egy teljesen tökéletes, jó állapotú, szuper klíma. Lecsendesítjük egy kicsit, hogy ne jöjjön annyira. Ugye két oldalra dolgozik, jobbra-balra, tudjátok beállítani, hogy mit szeretnétek meg, hogyan az asszony mit szeretne. A rádiónk CD-s, Bluetooth-os, és kellemesen, dinamikusan, szépen szól, tele van rakva a hangszóróval, elő, hátul, oldalt, mindenhol van benne hangszóró. Akkor térjünk rá még itt a másik dolgokra, például AUX USB,
csatlakozó, két oldalra ülésfűtés. Két fokozatban ugye a váltónk 6-os kéziváltó, pohártartó, könyöktámasz, kikapcsolható légzsák és hűthető kesztyűtartó. Csak hogy itt sorba haladjunk, ezt ugye láttátok, ezt csak én láttam, de mutatom nektek. Tehát 2023. novemberben 196.587-nél volt benne egy Kia márka szervizes karbantartás, méghozzá nem tudom elolvasni, de biztosan meg fogjuk tudni rövid időn belül, mert hogy ide már vele is lapozok, mert hogy ezt az autót az Éder bácsinál vásárolták, nem tudom, esetleg a mese eszébe jött valakinek, hogy ki volt Éder bácsi, azt mondja, hogy Kia Motors Hans Éder bácsinál vették, oda is hordták, aztán a Gruber bácsihoz hordták az autót, és egészen végig a Gruber bácsinál maradt a tulajdonosa, 196.587 kísértetiesen hasonlít arra a címkére, és ott is vizsgáztatták, tehát a Gruber bácsinál ugyanúgy le is vizsgáztatták ezt a gépjárművet, méghozzá 24. negyedik hóban, ezért meg is kapta ugye a műszakit, 25. negyedik hó 31-ig, és látjátok, hogy akkor volt benne 206.400, előtte meg 184. Ez is az eredetie megvan, Gruber bácsi végzőjével, egy tökéletes, hibátlan, igazolt, garantált kilométer futású a gép, köszönjük a srácoknak, és ugye megvan ugye a gépkönyve, a kis paksamétája, minden hozzátartozó dologgal, illetve megvan a két gyári kulcsa, és akkor lépjünk ide a kormányomra, azt mondja, hogy van benne bordkompjúter, bluetoothos a rádiónk, a tempomat és a rádió vezérlők vannak itt. Ezen kívül ugye a start-stopos, tehát kikapcsolható ugye, és bekapcsolható a start-stop rendszer. És megpróbálunk kimenni. Itt a lámpán. Éj, de sárga! Ez majdnem narancssárga volt, de kifértünk. Itt csak körbe megyünk, semmi extrát nem fogok mutatni nektek. Csak azt látjátok, halljátok, hogy ez szépen működik, hibátlanul működik. Ha visszamegyünk a telepre, akkor majd újra fogom indítani, hogy látsátok, hogy mindenki gyulladra és minden elalszik itt a szemünk előtt. Ugye üzemi hőfokon vagyunk, itt már régóta ketyerészett a motor, mert kerekek, kibe, egyebek, minden. Amúgy csendes, finom, egy nagy hajós élményt ad nektek, nem feszes, hanem szépen kellemesen fekszi az utat itt, és lágyan ringatózunk benne. Nagyon szépen harap a motor. És már meg is kell állnunk, de hát megáll simán, ugye, mert négy darab tárcsafék van, itt könnyedén megállítja ezt a nagy monstrum autót. Hátra megyünk, mert hogy körbeértünk, csak így ilyen gyorsan, egyszerűen berakodjuk a kerekeket a srácokkal, és akkor újraindítom nektek még ezt a gépet. Íme, innen jöttünk. Nézzük meg akkor a járművünket, elbúcsúzik tőlünk, és reméljük, hogy talán lehet, hogy üdvözöl is minket, hogyha újraindítjuk. Egy ilyen Kia jellel üdvözölt minket, miatt mindenki fog aludni, és szépen, ahogy előbb is volt, mint látjátok, ez egy tökéletes, jó állapotú, használható, rengeteg extrás gép, amit lehet szeretgetni majd, és ajándék is van hozzá. Legyetek jók, nyomjatok egy ilyet, nagyon szépen köszönöm, a viszontlátásra, sziasztok!